Na, szervusztok, kedves nézők! Én Kollinger Szabolcs vagyok, ez pedig itt az Életem Szavai csatorna. Egy nagyon érdekes, illetve feszültségkeltő témát hoztam el nektek, ugyanis nem gondoltam, hogy ennyire durva dolgok zajlanak manapság a világban. Mindig is elítéltem az erőszakot a nők iránt, a gyerekek iránt, a kislányok iránt, a kisfiúk iránt. Az egyik nap jöttem hazafele busszal, és talán Szentendrén, igen, szállt föl egy ennyi lehetett 14, max 16 éves lány, felszállt vele egy, hogy is mondjam, mennyi lehetett az űrge, egy olyan 60-70 éves űrge, elég fura volt az arca nekem, szerintem egy kicsit be volt nyomva, vagy nem tudom, vagy unblock volt egy kicsit nála. De a lényeg az, hogy én eleinte azt hittem, hogy ez a csávó, bácsi, akárminek nevezzem, ez a lánynak a rokona, mondjuk a nagypapája, vagy mit tudom én, mert úgy leültek egymás mellé, és még úgy bozsevált a lánya, úgy vigyorgott neki, meg mit tudom, hogy beszélt hozzá, de hát a csajszi az telefonon beszélgetett valakivel, nem tudom kivel, meg nem is érdekelt. Eddig még ez nem is volt olyan nagy probléma, mert hát leül két ember egymás mellé, ezzel nincsen probléma. Ezután jött az, ami... ami számomra idegesítő volt. Négyen ültek egy blokkban, tudjátok, vannak ezek a négyes blokkok. A lány az a véntrottya, és vele szemben, a lányjal szemben egy ilyen, hát megint csak egy leharcolt, kinézetű, idősebb űrge, meg mellette, az űrge mellett egy ilyen 40-es hölgy, egy ilyen jómódú, jól öltözött, tudom én honnan, hova, mert nem is érdekel. Szóval így ültek egy négyes blokkban, és hát az öreg, az bozsevált a nő felé is, a kis csaj felé is, és egyszer csak úgy azt vettem észre, hogy így alszik el, vagy nem tudom, de csúszik le folyamatosan a keze a lány felé, és így, tudod, ez a... Biztos, hogy rokonok? Vagy én értem félre? És... elmondom, ez lehet, hogy csak véletlen, tényleg elalszik az űrge is, de néztem folyamatosan ezt az egészet, és az űrge sokszor ránézett a lányra, de így szem sarkából lefele, ami nekem megint csak fura volt. Nézelődött le, mondom, csak nem. Végig folyamatosan néztem őket, és csak látom, hogy úgy csinál az űrge, mint ha elaludna, és így csúszik le a lány combja felé a keze. És tudod, így kezdte elönteni a szar az anyamat, hogy basszus, most ez komoly. Véntrogya létére így elkezd molesztálni a buszon egy lányt. Néztem folyamatosan, a lány is így rám nézett, többször is, és láttam rajta, hogy zavarodott, folyamatosan húzta el a lábát, combját, magát is, és egyszer csak a nő, aki ott ült a lánya Sréhent szembe, az öreggel szembe, felállt és arrébb ment. És így nekem elkattant az agyam, mondom, hát ez nem egyáltalán nem korrekt dolog, hogy ezt csak így nézem és hagyjam. És előkaptam a telefonomat, és beleírtam, tudjátok, van ilyen notesz módja, vagy mit tudom én, beleírtam kérdésnek, hogy miért hagyott, hogy fogdosson. És felmutattam a lány felé, aki akarta, látta, aki nem, az nem. A csajszé elolvasta, majd intett, hogy egy pillanat. Abba hagyta a telefonon a beszélgetést, majd odajött hozzám, és így elkezdtem mondani, hogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltél, és
és hogy tudom én, nem hagytad ezt annyiban. Mondom neki, de ki ez az űrge? De egyáltalán miért ült melléd? És mondjuk fogalma nincs, hogy ki ez. Mellé csapódott, de már állítólag a busz megállóban is szorosan mögé állt. What the fuck? Amit tudni kell még a lányról, hogy az egyik keze sérült volt, és hát banyek. Nagyon, nem is az volt a leginkább bosszantó az egészben, hogy idióta, vén, pervez, lófasz, míg mondják azt, hogy tiszteld az öreget, hát nem, az ilyet úgy fejbe tudtam volna baszni így lapáttal, hogy ott maradt volna. Szóval nem ez volt a lényeg, hogy vannak ilyen gyökerek, hanem az, hogy a nő csak fogta magát és elült onnan, pedig hát látta, tuti fix, hogy látta, hogy mi zajlik, és nem szólt volna rá az űrgére, hogy hát ne haragudjál már, de ez nem. Meg hát fiatalkorú a csajci. Ami rossz ebben az egészben, és amit egyébként meg kellett volna tennem, az, hogy előre ordítok a buszsofőrnek, illetve valakit megkérek, hogy szóljon, hogy álljon meg, és hogy jöjjön ide, és akkor kellett volna közölnem a buszsofőrrel, hogy ez az idős űrge, ez molesztálja a lányt, taperolja, és valószínűleg el is vitték volna a rendőrök, mert hogy ez bűncselekmény, ezt molesztálásnak hívják, és hogy méghozzá ráadásul egy fiatal, egy 18 éven aluli kislánnyal, ami még inkább erősebb bűncselekménynek számít. Úgyhogy én arra kérnélek titeket, a nézőket, hogy bármikor, amikor utaztok buszon és hasonlót láttok, vagy valaki zaklat valakit, vagy valaki zavar valakit, vagy én nem tudom, valami olyan dolog van, ami szerintetek nem kóser, valami nem oké, és nem hiszem, hogy hagyni kéne, nyugodtan menjetek oda a sofőrhöz is, és szóljatok neki, hogy ezt is ezt látjátok, akár még videókamerával, ugye a telefonotokon van, azzal rögzíthetitek is. Ilyen esetben valószínűleg nem lesz ebből jogi dolog, hogy vadidegent videózol, mert hogy az ő tette, az sokkal nagyobb szintű bűncselekmény, mint hogy te itten személyi jogokat sértenél azzal, hogy levideózol vagy lefotózol valakit. Ilyenkor kellenek bizonyos bizonyítékok arra, hogy te az illetőt ne csak bemártogasd, hanem valós tényekkel, valós dolgokkal alapozd meg a te gondolataiddal, illetve védjük meg egymást. Védjük meg egymást, mert ez nem jó. Most gondoljatok bele, hogy ti ilyen helyzetbe kerültök, vagy a ti lányaitok, a ti fiaitok. Nagyon rossz lehetett a csajnak, és nagyon megköszönte, hogy én odafigyeltem. De azt nem, tényleg nem értem annál a nőnél, hogy miért nem volt képes rászólni. Inkább fogta magát és elment. És gyerekek, azért ez szerintem valamilyen szinten unintelligencia, mert nagyon sok helyről hallom azt, hogy buszon verekedés van, vagy ugyanígy zavarják egymást is. Az emberek oda se figyelnek, inkább szépen lassan kimaradnak az egészből, holott én szerintem azért jobban kéne odafigyelnünk arra, ami körülöttünk zajlik, függetlenül attól, hogy a zenét hallgatod, függetlenül attól, hogy éppen videót nézel, vagy mit tudom én, nyomkodod a telefonodat, mert nagyon sok lelkikárosult ember jön ki ebből a világból, és pontosan ezért, mert ilyen zaklatások történnek, és napi szinten vannak. Figyeljünk oda egymásra, és inkább védjük meg egymást, főleg a lányokat, a fiúk meg magukat. A lánynak nyilván nem volt annyi mersze, bátorsága, hogy ott neki. Meg mondta is nekem, hogy ő nem akart itt ekkora port kavarni, vagy hangot adni ennek a dolognak, de mondtam neki, hogy ilyenkor bátran
álljon ki magáért, és a legelső dolog az, hogy tényleg a sofőrnek szóljunk, mert biztos, hogy le fogja szállítatni az öreget. Egy, kettő, hívja a rendőröket, mert zaklat, bűncselekményt követ el, ami bizony elég súlyos, mert azért ilyen szinten valakit zaklatni, tényleg nagyon sok lelkisérült ember jön ki az ilyenekből. Na, részemről ez a történet ennyi, figyeljünk oda egymásra, mert legyen ez egy egészségesebb ország. A kicsikből lesznek a nagyok, a kis építményekből lesznek a nagy építmények, és ha mi odafigyelünk, akkor sokkal könnyebb dolga lesz mindenkinek, mint hogy elmegyünk a másik mellett. Nyugodtan kérdezd meg a földön fekvő embert, hogy jól van. Nyugodtan menj oda egy akárkihez, hogy jól van-e. Ha te úgy látod, hogy valami nem stimmel, akkor legyél bátor, és kérdezd meg nyugodtan. Ez rajtad áll. Semmit nem fogsz veszíteni azáltal, hogyha megkérdezel valakit, illetve hogyha ilyen esetben szólsz a sofőrnek, mert ezzel valószínűleg egy lelket tudsz biztonságban tartani, egy embert tudsz megsegíteni. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és végignéztetek ezt a videót. Ha tudok még hasonlóról beszámolni, bár remélem, hogy nem fogok tudni, akkor fogok mindenféleképpen, majd jövök még valami témával. Figyeljünk oda egymásra. Legyetek jók! Sziasztok!